Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. 2023-ban is meghirdette a kerület vezetése energetikai pályázatát, hogy kik jelentkezhetnek erre meddig, valamint hogy mekkora támogatás összege ezekre kaphatnak, többek között választ a mai adásban. Üdvözlöm a stúdióban dr. Bakos András alpolgármestert. Üdvözlöm és köszönöm szépen a meghívást. Lesz majd ezen kívül egy másik fontos témánk is, ami a Merzsemocsarat fogja érinteni. No, de kezdjük akkor az energetikai pályázattal, amit már ugye nem első alkalommal hirdettek meg. És akkor nézzük pontosan, hogy akkor kik jelentkezhetnek erre, mert van itt egy kulcsdátum, 2008. Ez pontosan mit jelent? Igen, 2008 előtt épült, illetve 2008. december 31-e előtt használatbevételi engedélyt kapott családi házak, illetve társasházak jelentkezhetnek erre a pályázatra. Ugye fontos, hogy főleg a mostani időkben a ukrán háború, illetve a szankciók okozta áremelkedések miatt azért a rezsiárak is felmentek, úgyhogy így is próbáljuk támogatni Rákosmente lakóit, hogy kevesebbet kelljen erre is fizetni. Úgyhogy családi házak részére 500 ezer forint, illetve a felhasznált pénzmennyiség 30%-a az, amit a önkormányzat támogat. Társasházak részére szintén 30% a felhasznált felújítási összegnek a százaléka, de ez 3 millió forintot jelent. És hogy mire lehet ezt felhasználni, az is nagyon lényeges. Ugye a legnépszerűbb és leggyakrabban igényelt támogatási forma az a homlokzati hőszigetelés, a tetőszigetelés, illetve a lábazati hőszigetelés, valamint a nyílászárók, tehát a hőszigetelt nyílászárók cseréje. Erre kaptuk tavaly is, tavaly előtt is a legtöbb pályázatot. Ugye itt a társas házaknál annyit kell tudni, hogy a nyílászárók cseréje csak a közös használatú terekben elszámolható. Tehát a lépcsőházakban, esetleg olyan helyiségekben, amit közösen használnak még ezen kívül. Ezen kívül ugye ez ott az első és a legnagyobb, legnépszerűbb rész. Ezen kívül a különböző fűtés vagy melegvíz előállítására alkalmas gépészetnek a felújítására vagy cseréjére juttatunk támogatást, a kémények felújítására, a megújuló energiák, tehát megújuló energiákkal megtermelt akár hő, akár elektromos, akár másmilyen energiát termelő gépészet kialakítására. Itt azért, hogyha elmondom, hogy mikre gondolok, az sokkal egyszerűbb, tehát a napelemekre, hőszivattyúkra, geotermikus energiára szintén lehet igényelni támogatást mind a társasházak, mind a családi házak esetén. És ezen kívül pedig a egyéb olyan épületgépészeti berendezések cseréjére, amik ugye segítik az energia megtakarítást. Ezen kívül a társasházak esetén ugye még a közös használatú terekben az elektromos rendszerek cseréje, és egy elég fontos tétel, hát azt tudom, amikor társasházban laktam, akkor ez nem több százezer forintos tétel volt, úgyhogy erre is igyekszik támogatást nyújtani az önkormányzat, valamint a különböző ilyen hőmennyiség mérésére, illetve szabályozására alkalmas berendezések telepítésére, tehát hogyha egy társasházban központi fűtés van, akkor mindenki pontosan tudja szabályozni, hogy milyen mennyiségű hőt használ föl, és azután fizessen. Ez is egy fontos része az energiamegtakarításnak, így tudja az ember saját maga is szabályozni, hogy 22 vagy 21 fokban legyen, és ennek megfelelően fizessen. És ezen kívül még a méretlen elektromos hálózatnak a felújítása is támogatásra kerülhet a társasházak esetében. Az összegek és ugye a ráfordítás mellett szintén fontos kérés még, hogy meddig lehet jelentkezni és milyen formában? Május 31-ig lehet jelentkezni. Az önkormányzat honlapjáról lehet letölteni ezeket a pályázati anyagokat, és hát írásos formában, illetve elektronikus formában lehet jelentkezni az önkormányzatnál. Csak egy rövid kérdés, még aztán áttérünk a másik témára. Az elmúlt hónapokban tapasztalható energiaválság miatt ön szerint ennek a pályázatnak a fontossága, fogalmazunk, hogy még jobban felértékelődik? Mi erre számítunk? Az az igazság, hogy eddig ugye egy jóval kisebb összeggel támogattuk mind a társasházakat, mind a családi házakat. Tehát a családi házak esetében a 2022-es támogatási összeg egy 7 millió forint volt összességében. Most ezt 15 millióra emeltük. A társasházak esetében 10 millió forint volt, és ezt szintén 15 millió forintra emeltük, hát nyilván amennyiben nagyobb igény érkezik be, akkor költségvetés függvényében megvizsgálja az önkormányzat vezetése, hogy ezt emeljük-e még vagy sem.
A végső dátum tehát május 31-e, és az érintettek pedig reméljük, és minél többen fognak majd erre jelentkezni. Bízom benne, és bátorítom őket erre. Folytassuk akkor a másik témával, amit már beharangoztam, ugye a Merzse mocsára, a Rákosmenti egyik, hanem legfontosabb túlzás nélkül mondhatom természetvédelmi értékével, és ennek a megmentése, életben tartása nagyon kulcsfontosságú. Már többször beszéltünk erről, hogy a víz utánpótlás megoldása itt a kulcs, talán mondhatjuk. Hogyan és milyen módon és milyen lépéseket tesznek ennek megmentésére? Ugye pontosan fogalmazott, hogy ez egyetlen természetes mocsara az egész Budapestnek, nem csak hogy Rákosmentének a Merzse mocsár, és eléggé gazdag mind a madár, mind a hüllőfajokban, mind hát a ízeltlábúakban, akik táplálákat képezik ennek a két fajnak. Elkezdtünk gondolkodni ezen a, hát ez egy elég nagy projekt lenne, ugye itt található Merzse mocsár Rákosmentén, de ennek a területe nagy részben fővárosi tulajdonban van, kis részben állami tulajdonban, és egészen picike részben Rákosmente önkormányzatái. De úgy érezzük, hogy a mi feladat, hogyha más nem csinálja meg, akkor nekünk kell ezt megcsinálni. Erről meggyőztük a Budapest Airportot, aki 10 millió forinttal támogatta ezt a tervezési tevékenységet. Úgyhogy felkértük azt a tervezőt, aki 2009 környékén már foglalkozott a Merzse mocsár vízutánpótlással, Dukai Igornak hívják, egy természetközeli megközelítést alkalmaz. Az a koncepció, hogy valamikor ez a mocsár magától működött, tehát ide víz jött be, ez a víz ez itt megmaradt, és ebből egy gazdag élővilág alakult ki. Valószínűleg, hogyha a természeti környezetet újra visszaállítjuk, akkor ez megint ki fog alakulni. Mi kell ehhez? Egyrészt az, hogy ide víz kerüljön, másrészt, hogy a víz ne folyjon ki. Nagyjából ennyi, a többit a természet magától elintézi. Geológiai méréseket folytattunk, és felmértük teljesen pontosan az egész területet, és ugye arra jöttünk rá, hogy a eddigi tudásunkkal ellentétben, vagy eddigi közvélekedéssel ellentétben van egy olyan csatorna, ami ahelyett, hogy vizet juttatna a Merzse mocsárba, folyamatosan megcsapolja ezt, ez a 172-es csatorna, ami végül is, hogyha egy picikét sekélyebb lenne, tehát nem olyan mélységbe lépne ki a mocsárból délen, mint amilyen mélységbe most kilép, akkor lehetne egy pontos szabályozó mechanizmusa ennek a mocsárnak. Tehát az első és legfontosabb feladatunk az lesz, hogy egy pontos felmérés után ennek a csatornának a meder mélységét felemeljük. Egyfajta gátat biztosítva, hogy a beérkező vizek, amik a Merzse mocsárba beérkeznek, ne folyjanak ki. Egy picikét úgy kell ezt elképzelni, mintha egy kádat látna maga előtt. Ugye a kádba pedig van egy, nem az alján van a dugó, hanem itt a szélén. Hogyha ezt túlságosan lent a szélén van, akkor ugye kifolyik a víz. Ha egy picikét feljebb tesszük, akkor a környező mezőgazdasági területeket nem önti el a víz, hiszen hogyha egy bizonyos szint fölé kerül, akkor már ellátja a funkcióját ez a csatorna, de maga a mocsár az marad egy mocsár, megfelelő magasságból lesz a vízszint, és innentől kezdve az élővilág gazdagabb lesz, nem azt mondom, hogy visszatér, mert még mindig ott van, de jóval gazdagabb lesz, mind a ízeltlábúak, mind a hüllők, mind a madarak, és lehet, hogy más ragadozók is előbb-utóbb bekerülnek, és ezzel hát gazdagítjuk mind Rákosmente, mind Budapest élővilágát, egész Magyarországét is. Ugye ez az első lépés. Ennek a pontos tervezése folyik. A második lépés, hogy ne csak, hogy benne tartsuk a vizet, hanem hogy bele is kerüljenek a különböző csapadékvizek a Merzse mocsárba. Ugye három irányból érkeznek ide. Egyrészt a kis Merzse felől, ami egy délnyugatra van a Merzse mocsártól. Másrészt Rákoskert irányából, ami teljesen északra van a Merzsétől. Harmadrészről pedig a Ecser irányából. A kis Merzse és a Rákoskerti csatornáknak, illetve vízelvezetésnek a feladatát, azt már az előző vezetés az nagyjából sikerrel ellátta. Itt annyi változtatást szeretnék, hogy itt is egy picikét ezeknek a csatornáknak a medrét feljebb emeljük, mert ugye, ahogy mondtam, hogy egy ilyen agyagpaplant kell elképzelni, hogyha túlságosan mélyen van egy csatorna, elképzelhető, hogy az agyagpaplan vastagsága alá vezeti a vizet. Tehát
megy le víz, Rákoskertről jön víz a Kismerzséből, de nem táplálja a mocsarat, hanem a egyéb rétegvizekhez adódik hozzá. Tehát annyira szeretnénk felemelnézetnek a medrét, hogy biztonsággal ellássa a vízelvezetést, de valóban a mocsárba, illetve a mocsárhoz szivárogjon ez a víz. Ecser felől ugye nagyobb építkezések vannak folyamatban. Ugye ezzel kapcsolatban az ecseri polgármesterrel is egyeztettünk, Horváth Tamás polgármester úrral. Voltunk a kormányhivatalnál is, hogy milyen megoldásokat tudunk alkalmazni annak érdekében, hogy ezek az építkezések ne elvegyék a vizet a Merzsétől, hanem inkább arról a területről is próbáljuk ide juttatni. És a következő hónapban, nem ebben a hónapban, két hét múlva megyünk a Lidl központhoz is, tehát a céghez is, és leegyeztetjük, hogy mik azok a módszerek, mik azok a megoldások, amikkel egyrésztről támogatni tudják ezt a törekvésünket, hogy víz kerüljön a Merzsébe és gazdagabb legyen az élővilág, másrésztről pedig olyan erdőtelepítésekkel, olyan véderdőkkel, illetve olyan ilyen kvázi szigeteléssel próbáljunk meg a Merzsemocsár és a Lidl központ közötti területet ellátni, ami megakadályozza mind a fényszennyezést, mind pedig a légszennyezést, ugye itt elég nagy kamionok jönnek-mennek, éjszaka is alaposan meg van világítva, és ez a ízelt lábúak szaporodását jelentősen rontja, tehát ezek után kevesebb ízelt lábú tud elfogyasztani szegény béka, kevesebb békát tud megenni szegény madár, tehát ez mind-mind hatással van a természet gazdagságára, úgyhogy ezt próbáljuk leegyeztetni velük, hogy hogy tudnak ők is működni, ők is élni, úgyhogy támogassák a mocsarat is. Úgyhogy folyamatban van ez a munka, de egyelőre nem mondhatnám, hogy ne lenne ígéretes. Mindenképpen jó volt hallani, hogy ennyi mindent tesznek azért, hogy Rákos mentén fontos természetvédelmi értékét életben tartsák, és gazdagítsák, hogy minél tovább tudjon itt ragyogni nekünk tulajdonképpen. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és további eredményes és sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!